Szervusztok, villalakók! Ez itt újra a Játékok a polcról. A mai adásban ismét Star Wars figurákkal fogok foglalkozni, mégpedig a Rogue One sorozatból, ami hát már nagyon-nagyon régóta húzódik, illetve hát nagyon régen volt már az utolsó Rogue One-os adás, és ennek egész egyszerűen az az oka, hogy hát gyakorlatilag majdnem, hogy elértünk a vonal végéig, és innen már eléggé nehéz összerakosgatni az utolsó figurákat, viszont ezt a mai ötös fogatot, ezt még viszonylag könnyű volt, de az utolsó adással azzal már lesznek bajok. Ugye itt most ötöt fogok nektek mutatni, három bontottat, és hát kvázi kettő bontatlant, de ezek ugye egy kettes pakban vannak. Egy lesz közülük a sofőr, a többi az gyakorlatilag normál single cardos kiadás, és hogyha ezen túl vagyunk, akkor már gyakorlatilag csak 6 figura fog maradni, amely már tényleg nagyon a vödör alja, de ahhoz, hogy a Rogue One-t azt teljesen kisimázzam, és elmondhassam azt, hogy gyakorlatilag mindent bemutattam ebből a vonalból, ahhoz azokon is túl kell esni. Ugye gyakorlatilag még hátra lesz a Jean-nek az ídus kiadása, ami hát ugyan az egyik legelterjedtebb Rogue-os figura, de azt szándékosan az utolsó videóra tartogattam. Hátra van még a Fenrau, ami viszont egy kicsit nehezebben beszerezhető darab, és egy kicsit drágább darab, tehát olyan Galen Erso meg Raddus szint, amiken már szerencsére azért túl vagyunk, és ami ezen túl van, az gyakorlatilag mindegyik járműhöz adott figura volt, tehát például az AT-ACT driver, az nagyon nehéz lesz, meg a fekete droid szintén az AT-ACT-hez, van még ugye egy TIE Striker pilóta, és esetleg még egy kettes pakkos barna kabátos Cassian, ez az összes figura, amivel nem foglalkoztam a Rogue One-ban, vagy más olyan vonalban, amiben ugyanazt a figurát kiadták volna. Mert például a Baze Malbus az olyan volt, hogy azt a Last Jedi-ban tárgyaltam, és emiatt ugyanazt a figurát a Rogue One-nál már nem vettem elő. Szóval eléggé a végén vagyunk, de hát igazából örülök is ennek egy kicsit, mert lehet, hogy a Rogue One lesz az első olyan vonal, vagy a Solo, amit teljesen ki tudok csumázni, és elmondhatom, hogy szinte minden megmutattam, amit érdemes. Már ami a figurákat illeti, mert nyilván a járműveknél azért nem ennyire teljes a kép, meg nem is lesz teljes a kép, mert járművekre nem nagyon van kapacitásom. No, hát nézzük, hogy mit hoztam mára. Az első darab az Cassian Andornak az ídus kiadása, ami szintén egy single cardos figura 2016-ból. Igazából mindegyik mai 2016-os lesz, úgyhogy ezt most nem is fogom külön mondani, meg maga ez a Rogue One vonal is 2016-os, úgyhogy ezt le is pörgették ebben az évben, úgyhogy annyira erre most nincsen szükség. De Cassiannak ez egy egészen jó kis kiadása. Én úgy gondolom, hogy Cassian összes külső megjelenéséből szerintem ez a kék kabátos verzió volt a legjobb, mégpedig egészen egyszerűen azért, mert ebbe ez az egész ruha, ez kicsit engem a birodalom visszavágos dolgokra emlékeztetett mindig. Ugye ennek a figurának is van ugye egy ilyen sál-szerűség, vagy kendőszerűség a sisakjából, ami eléggé hasonlít a Hot Luke-oknak az ilyen kendőjére. Ez a kék kabát, ez meg elég egyértelműen ilyen Hot Han Solo-s cucc, úgyhogy emiatt nekem azért eléggé tetszik ez a megjelenés. Na most Cassian az Rogue One-nak ugye a főszereplője volt, én el vagyok vele, tehát szerintem egy egészen jó kis szereplő volt, várom a sorozatot is vele kapcsolatosan, tehát nekem nincsenek ellenérzéseim vele kapcsolatosan, viszont jó rövid idő alatt jó kisimázták az ő karakterét, hiszen elég sok figurát adtak ki belőle, volt ugye 375-ös Black Series, többféle Rogue One-os, volt belőle 6-incses, meg Vintage Collection, meg minden, úgyhogy amit csak lehetett Cassianból, azt kifacsartak így pár év alatt, hát mondjuk úgy, hogy maximum 3 év alatt megjelent, vagy 6-7 fajta Cassian, ami azért elég sok. Még akkor is, hogyha ezek némelyiket, tehát például a Black Series, meg a Vintage Collection, az ugye ugyanaz a figura, csak más csomagolásban. No, de ez a verzió, ez nekem tetszik. Ugyanaz arcvonásai, megpróbálok egy kis élességet
rátolni, hát ha, de annyira nem. Sajnos sötét van, és így egy kicsit homályosodik a kamera. Szóval az arcvonásai azok annyira nem hasonlítanak Diego Lunára, ahogyha nagyon szigorú akarok lenni, de minden más az rendben van. Tehát a figurának a kidolgozottsága, a festése, az apró részletei azok mind-mind-mind rendben vannak, és igazából, hogyha ez a darab kapott volna mondjuk 12 mozgatási pontot, nem 5-öt, akkor simán elmenne a Vintage Collection figurának is, és senki sem mondaná rá, hogy ez egy tré. De csak 5 mozgatási pontot kapott. Mondjuk nekem nem hiányzik igazából a több, bár való igaz, hogy ezzel így nem nagyon lehet pózolni. Ráadásul ezt az 5 mozgatási pontot inkább 4,5-nek mondanám, mert sajnos a feje, amiatt a sál miatt azért csak korlátozottan mozgatható, de hát igazából szerintem azt annyira nem is szokták az emberek mozgatgatni. Tehát jó a sculpt, jól megáll a lábán is, ugye kiegészítőnek kapott egy ilyen eléggé standard ezüst színű kis blastert, amit mindkét kezével jól fogja, ez teljesen rendben van, sőt a lábán van egy pisztolytok, amiben ezt a blastert be is lehet szépen helyezni, és akkor nem veszítjük el. Külső megjelenésében sem néz ki ez így rosszul. Úgyhogy tökre rendben van, az egyetlen negatív pontja ennek a figurának gyakorlatilag ez a zipline accessori, amit ugye, hát ezt már milliószor beszéltük itt a Rogue vonalnál, hogy mindenféle ilyen idióta cuccot adtak a figurákhoz. Ez egy ilyen kézre pattintós, hát ilyen csörlős, kampós cumó, de automatizmus nincsen benne, tehát gyakorlatilag kézi erővel lehet csak föltekerni. Na most ezt föl lehet pattintani ugye az ő csuklójára, és akkor csodálatosan néz ki. Mindkettőre gyakorlatilag üzembiztosan fel lehet pattintani, csak igazából minek, meg akár fordítva is fel lehet rakni, ha valaki esetleg úgy akarja, de igazából nagyon-nagyon sok értelme nincsen. A figuráról nem levehető a sisak sem, meg az öv sem, meg a semmi ilyesmi, ugye ez itt a Rogue-nál annyira nem dívott még, és igazából én szeretem ezt a figurát, noha egy nagyon elterjedt darabról van szó, tehát relatíve olcsón, relatíve könnyen beszerezhető. Nem lehet ebből olyan szintű Dunát rekeszteni, mint sok ilyen úgymond Pepkós Rogue One figurából. Ez nem is volt elérhető nálunk a Pepkóránban, de ennek ellenére egy nagyon könnyen beszerezhető darabról van szó. Viszont remek figura, tehát nem tudok igazán negatívot mondani róla. Ahogyan a következő darabról sem, ami a Kanan Jarrus in Stormtrooper Disguise nevezetű szintén single cardos figura, ami hát a Rebelshez köthető, ugye nyilvánvalóan, és hát hozzá kell tenni, hogy a mai ötös fogadból, hogyha egy körben nézek, akkor gyakorlatilag csak a Cassian volt, ami ténylegesen a Rogue One-hoz köthető. De erről már beszéltünk, hogy attól függetlenül, hogy Rogue One-nak hívták ezt a játékvonalat, igazából a Rebels-ből és a Force Awakens-ből is adtak ki benne számos karaktert. A Rebels-ből például ezt a Kanan Jarrus-t, aminél ugye korábban már voltak ugye mindenféle standard, ilyen Jedi ruhás, stb. Kiadások, és itt meglépték ezt a Stormtrooper disguise-os kivitelt, ami egy nagyon-nagyon jó ötlet, és nagyon üdítően hatott, ugyanis ilyen Stormtrooper álcaruhás figurákból a 99%-a az vagy Han, vagy Luke. És akkor jó, van még egy George Lucas-os kiadás, meg egy Cad Bane, de a többsége az azért vagy Han, vagy Luke szokott lenni, úgyhogy tényleg ez egy üdítő darab. Ugye ez egy animated stílusú figura, nyilvánvalóan mivel a rajzfilmhez kötődik, 5 ponton mozgatható, és alapjáraton szerintem egészen szépen sikerült. No, ez egy kicsit vékony dongájú Stormtrooper kivitel, tehát azért valamivel egy vaskosabb páncélzatot kellett volna rá formázni, de azért a filmben is, vagy a rajzfilmben is nagyjából ilyen volt, úgyhogy ezt végül is nem lehet nagyon a szemére vetni. Azt viszont igen, hogy noha a festés az nagyon jól sikerült, viszont a hasáról lehagyták a fekete részeket, ami Stormtroopernél azért általában ott szokott lenni. Az öve sincs megfestve, úgyhogy gyakorlatilag csak a hajlatok meg a térnél fekete, és hát így nem teljesen élethű ez a Stormtrooper páncél, hogy így fogalmazzak. Ugye ez elvileg egy ilyen officer maskara, éppen ezért van neki egy pauldronja is, ami önmagában remekül néz ki, nekem egy kicsit az nem tetszik, hogy ez így nagyon-nagyon lötyög,
Tehát szerintem lehet, hogy de nem erre az oldalára kell, most hirtelen azt hittem, hogy lehet, hogy fordítva raktam föl, de nem. Úgyhogy ez egy kicsikét lötyög, és hát úgy tudjuk róla levenni, ugye, hogyha lepattintjuk gyakorlatilag a fejét, tehát olyan nagyon sok értelme azért nincsen. A fej is tűrhetően sikerült, de azért nem tökéletesen. Na most a nem tökéletesen alatt azt értem, hogyha nem látjuk, hogy kis coffos, meg nem látjuk a barkót, akkor gyakorlatilag innen előről, még talán így homályosban is simán látszik, hogy inkább hasonlít Spock parancsnokra, vagy Drakulára, vagy nem is tudom kire, de azért Kánánra annyira nem, tehát én úgy emlékszem, hogy azért ennyire nem volt neki hegyesen előre nyúló sérója, és ennyire hegyes szemöldökösen volt semmiképpen, úgyhogy gyakorlatilag csak a kaporszakál, meg a coff az, amitől úgy felismerhetővé válik az arc. Ez nem irritáló, de azért nem nevezném tökéletesnek. A kiegészítői viszont egészen jól sikerültek. Ugye van neki egy fénykardja, amit nagyon jól meg tud fogni. A markolata is olyan, mint amilyen Kanánnak volt a rajzfilmben, úgyhogy teljesen oké. Hát annyi, hogy nyilván ez nem szétcsavarható, meg több részletből összelakható fénykard, de azért rendben van. Ezen kívül van egy Stormtrooper Blaster, amit mindkét kezében jól megfog. Hát az egyikbe egy picit állítgatni kell, hogy mereven megálljon, de azért alapvetően ezzel sincsen gond. És van még ugye egy Stormtrooper helmetje, aminek a kinézete nyilvánvalóan a Rebels-es Stormtrooper megjelenésre hajaz. Így már nem lötyög a poldron, tehát ez azért a helyén tartja, de szerintem akkor se kéne lötyögnie, hogyha nincsen rajta a sisak. Minden esetre ez így egybe van, és egészen jól néz ki, meg rajzfilmű. Na most ez így ebben a formájában nem teljesen ugyanúgy néz ki, mint a Rebels szériában kiadott Stormtrooper, magasabb is annál, és a sisak is részletesebben kidolgozott. Tehát ez azért egy kicsit profibb figura, és ez azért elmondható valamilyen szinten itt a Rogue One, mert kisebb mértékben a TFA-ban megjelent Rebels-es karakterekre is, hogy jobban sikerültek, meg részletgazdagabbak, mint az úgymond Rebels-es Rebels karakterek, tehát ami a Saga Legends Rebels sorozatban jelent meg. Tehát részletesebben megformázottabbak, jobbak a kiegészítők, több a kiegészítő, és hát eleve ugye ezek már későbbi évadhoz kapcsolódó karakterek, úgyhogy nem is csoda, hogy az embereknek azért jobban bejön. Jól megáll a lábán. Ja, és majdnem elfelejtettem, hogy ehhez is adtak egy ilyen idióta kiegészítőt, ami az ő esetében egy korong kilövő. Teljesen jól megáll a figura a lábán, de ha ezt a kezére rápattintjuk, akkor már azonnal elhasal. Úgyhogy ezt most nem is fogom igazából megtenni. Semmi értelme, ez egy ilyen pörgetjős kilövő, amit nem is tudom írtam, hogy kell elsütni. Mindegy, most nem. Ja, talán itt van egy gomb. Mindegy, lényegtelen, tehát az a lényeg, hogy valahogy ki lehet lőni, és abszolút nem illik a figurához semmilyen mértékben gyakorlatilag. Na most ez a Kanan Jarrus is egy gyakoribb figura, a single cardosan adták ki, volt idő, amikor minden nap lehetett belőle vásárolni, gyakorlatilag a Facebookon, meg Vaterán, meg mindenhol, hát most már egy kicsit elkopott, meg egy picit azért feljebb ment az ára. Kereslet is szokott egyébként rá lenni, mert egy jó darab, és ugye a Rebels is relatíve azért a végére elég népszerű lett, úgyhogy keresik a jobb Kanan figurákat, és ez mindenképpen a jobb Kanan figurák közé tartozik, úgyhogy hát azért picit többet kell érte leszurkolni bontatlanul, mint a leggyakoribb ilyen pepkós Rogue One figurákért, de nem olyan észreszejtően sokat. Tehát ez azért még mindig nem a Krennic szint, csak hogy így egy másikhoz képest belője. A harmadik karakterünk az az AT-DP Driver, szintén 2016-ból, ami viszont nem single cardosként jelent meg, hanem ez egy sofőr figura, és ez viszont egy újra kiadás. Tehát az előző két figura, amit mutattam nektek, az teljesen új volt, tehát azok, hogy mondjam, előzmény nélküli kiadások voltak. Ez az AT-DP Driver viszont nem. Ez egy 100%-ban újra kiadás, mégpedig a Rebels, Saga Legends Rebels szériában megjelent AT-DP Drivernek az átfestett változata, de Scarf szempontjából 100%-ig megegyezik. Na most akkor arról beszéljünk egy kicsit, hogy miben nem egyezik meg. A festésében
az alapszínében leginkább. Ugye, amint látjátok, még talán így a rossz fényviszonyok között is látszik, hogy ez a figura ilyen zöldes színnel van megcsinálva a szürke mellett. Na most a ugyanennek a Rebelses változata az kékes színnel van megcsinálva, és amiből azonnal föl lehet ismerni, az a sisak, ahol itt látjátok, hogy oldalt van egy ilyen, szintén ilyen zöldes színű birodalmi jel. Na most a Rebelses kiadásnál ez a jel jóval előrébb van, és más a színe. Úgyhogy viszonylag könnyű megkülönböztetni egymástól a két kiadást, de minden másban megegyezik, ez is egy 5 ponton mozgatható figura, ami ugye a Rebelsben látható ilyen ATDP drivereknek a küllemét mutatja, és ezt egy speederbike-kal adták ki egy csomagba, ami hát meglehetősen érdekes, tehát így az a neve, hogy ATDP driver, de nem az ATDP-hez adták, hanem egy speederbike-hoz, tehát ez önmagában egy kicsit érdekes kiadási rend. Minden esetre így sokkal elterjedtebb, mintha az ATDP-hez adták volna, meg egyébként a Rogue One-ban nem is adták ki az ATDP-t, tehát az csak a Rebel szériában volt. Remek darab, jó a kidolgozása. Ugye a Royce filmben ezeket az ATDP drivereket sokat láttuk, és nekem egyébként mindig tetszett az egyenruhájuk, mert ugyan új volt, és sehol nem láttuk ezeket a egyenruhákat ugye korábban, meg ezeket a sisakokat korábban, viszont annak ellenére, hogy teljesen új volt, mégis ismerős volt, pont azért, mert a részletei olyanok voltak, hogy mindegyik azért ismerős volt egy picit más egyenruhákról, tehát a sisak mondjuk az ilyen AT-AT commanderekről, a sisak előső maszk része az kicsit olyan, mint az AT-AT pilotoknak, ez az egyenruha egy nagyon picit hasonlít azokra a tudósoknak az egyenruhájára, ilyen Galen Erso féle egyenruhára, úgyhogy minden elemében ismerős, és összhatásilag is szerintem egészen jól működik. Ugye Ezrának is volt ilyen sisakja, meg volt ilyen egyenruhában is, amikor álcázta magát, úgyhogy szerintem ez egészen frankó volt. És frankó a figura is, egy egyszerű 5 pontos mozgathatóságú viszonylag kevéssé kidolgozott figura, de pont annyira részletes, amennyire szükséges. Jól megáll a lábán, természetesen semmi nem levehető róla, és csak egy kiegészítőt kapott, egy blastert, amit mindkét kezében stabilan tud fogni. Ugye az ő igazi kiegészítője az a speeder lenne, de azt megmondom őszintén, nem vettem meg, mert egyrészt nem néz ki olyan túl jól, másrészt ugye hát tárolgatni is, ugye hát már azért van egy pár speeder bike-om, noha ugye mindegyiket még nem láttátok, de azért van egy pár, és azért igyekszem csak azokat elraktározni, amelyik tényleg tetszik. Szerintem ez a figura önmagában jobban néz ki, mint speederrel együtt, de nyilván ez az én magám véleményem. Egyébként jól ül a speederen, annak ellenére is, hogy nem hajlítható a térde, és a kormányt is pont meg tudja fogni, tehát ez rendesen meg van tervezve, ilyen minőségbeli problémái abszolút nincsenek. Így önmagában őt egy kicsit nehézkesebb megvásárolni, ugye általában pontatlanul szokták árulni ezt speederrel együtt, de nem egy nagy kaland, tehát ilyen 4500 forint környékén szokott mozogni, nagyon maximum 5 rony, elterjedt is, úgyhogy bátran ajánlom a beszerzését, mert egyébként a figura is frankó. Hát seregépítőnek egy kicsit nehéz lenne, mert annyira azért nem gyakori, de el tudom képzelni akármilyen diorámában. No, és akkor most következzen a mai bontatlanunk, ami hát a Snowtrooper, Officer és Poe Dameron 2-es pak 2016-ból, és hát szintén ez az a csomag, amit már sokkal hamarabb is megmutathattam volna nektek, de megmondom őszintén, én amióta a Rogue One vonal kijött, én egyetlen egyszer sem éreztem úgy, hogy én ezért akár egy forintot is adnék, úgyhogy hát nem vásároltam meg, de most úgy adódott, hogy az egyik nagyobb bontatlanos csomagomban volt egy ilyen, és ha már itt van, akkor essünk túl rajta, elemezzük ki ezt is. Ez volt tényleg a Rogue One vonalának az egyik legnagyobb polcmelegítője. Tehát így akármikor bementél az Interspárba, vagy Tesco-ba, vagy ilyen helyekre, ebből biztos, hogy találtál a polcokon, mert hát nem azt mondom, hogy a kutyának nem kellett, de mert biztos nagyon sokan megvették, de amennyit kértek érte, azt nem szívesen fizették ki az emberek. Úgyhogy ez volt az egyik legutolsó mohikán, és még valahol, még ilyen Müllerben még manapság is szoktam találkozni vele, pedig 2016-ban került oda, úgyhogy ez az
azért általában jelenteni szokott valamit. Na de nézzük, mert ugye ennek a csomagnak noha egy kicsit azért fapados, de azért a Snowtrooper officere az azért rendben van. Először akkor talán foglalkozzunk azzal. Ugye ez a figura ismerős lehet, és egyáltalán nem formabontó, hiszen gyakorlatilag ez is egy új újrakiadás. Harmadszor sütötték el ekkora Snowtrooper officert a Hasbro-nál. Ugye a Force Awakens sorozatban kétszer már kiadták ezt a figurát, egyszer narancssárga, egyszer pedig fekete poldronnal, és úgy gondolta a Hasbro, hogy elérkezett az idő 2016-ban, hogy egy fehér színű poldronnal is kiadja pontosan ugyanazt a figurát, és hát ezt így meg is tették. Önmagába véve ez a karakter szerintem jól néz ki, nekem mindig is tetszett. Jól néz ki a sisakja, jól áll rajta a poldron, a szoknyája is tetszik, ugye ez is ilyen kicsit ilyen rugalmas, gumiszerű műanyagból van, tehát ez nem az az ilyen beleformázott szoknya, hála Istennek. Jól meg van csinálva a páncél, hát most amennyire lehet, de a festése is okés, ugye szép, fényes, úgyhogy igazából minden ilyen követelménynek teljesen jól megfelel, és szerintem egyébként egy egészen jó seregépítő figura, főleg azért is, mert olcsó és sokféle kombinációban hozzá lehet jutni, tehát még akár, hogyha valaki ilyen elsőrendi havas diorámát csinál, ahhoz is tök jó, mert többféle variációban be lehet rakni. Sőt, még van belőle ugye sima Snowtrooper is, azt is még a Force Awakens-ben adták ki, illetve utána azt hiszem a Solo-ban talán azt újrázták, viszont az a figura az nem azonos ezzel, tehát ez tényleg egy officer, teljesen egyedi, a sima Snowtroopernek másmilyen a mellpáncélja. Jól megáll a lábán, ugye ezt a szokásos karabét adták hozzá, ezt mindkettő kezében jól meg tudja fogni, sajnos az övére vagy pisztolytáskába vagy ilyesmi helyekre ezt nem lehet elrakni ezt a fegyvert, lehet igazából annyi baj legyen. 5 pontos mozgathatóságú, nem levehető róla semmi, csak a poldron, de az is csak úgy, hogy a fejet lepoppantjuk róla, úgyhogy én ugye nem szoktam levenni a fejeket, úgyhogy igazából nálam ez mindig rajta szokott maradni. Úgyhogy önmagában ez nem egy rossz kis figura, könnyen hozzáférhető, és hát mondom, akár sereget is lehet belőle építeni. Nem ez a kettes paknak a gyenge pontja, hanem a következő és egyben utolsó, 5. mai karakterünk, Poe Dameron. Az a Poe Dameron, akinek kijelentettem, hogy ilyen figurát nem akarok a lakásban látni, az mégiscsak valahogy bemászott az ablakon. Na most ugyanakkor, most tegyük félre ezt, hogy én nem szeretem ezt a karaktert, a Poe Dameronok mezőnyében ez mindenképpen egy különleges darab, több szempontból is. Egyrészt ez minden Poe figuránál fapadosabb, amit valaha is láttatok, de ugyanakkor ilyen öltözékű Poe nincs még egy. Mert hogy általában Poe ugye pilótaruhás szokott lenni, vagy ugye abban ilyen szürkés színű, kicsit ilyen Han Solo-t idéző kabátba szokták kiadni, és ez a ruha, amit rajta van, az meg egy kicsit ilyen lázadó, tiszti egyenruha, és utána kellett néznem, hogy konkrétan ebben szerepelte a filmben, és igen. Tehát elméletileg a Force Awakens végén látható ilyen, hát most nem emlékszem, hogy az ünneplési jelenet, vagy mi, amikor ott ilyen leszálló, űrhajó leszálló pályánál vannak sokan, akkor van rajta ez a zubbony. Nagyjából egy másodpercig látszik is elméletileg a képen, és hát úgy gondolta a Hasbro, hogy ebből mindenképpen figurát kell csinálni. Poe is ilyen egyébként, hogy nagyon rövid idő alatt, tehát 2015 óta szerintem legalább 18 féle Poe figurát adtak ki, valamelyik ugye csak a festésében különbözik. Ez mindenképpen az egyedi darabok közé tartozik, azt azért el kell ismerni. 5 pontos mozgathatóságú, ugye a test az egy nagyon egyszerű ilyen tiszti egyenruha képét mutatja, elég csúnya a láb izületnél ugye a mozgatási helynek a látványa, tehát így eléggé vastag az a vájat, hogy így fogalmazzak, de azért a test az nagyjából rendben van. Ami a nagyon furcsa, az a feje.
Általában a pófiguráknál az arcvonásokat elég jól meg tudják csinálni. Ugye annak a csókának olyan az arca, mint egy baltának, vagy nem is tudom mihez hasonlítsam, és azokat a vonásokat relatíve jól tudják figura a formába önteni, viszont ez a figura olyan, mintha nem is pónak készült volna, gyakorlatilag mindenkire hasonlít, csak Oscar Isaacsre nem. Nagyjából a haja még stimmel, de az arcvonásai azok teljesen nem. Hát nem tudom, ebben a fényviszonyokban lehet, hogy itt a másik oldalon jobban látszik, mert kevésbé, de azért higgyétek el nekem, hogy ez a figura, ez egyáltalán nem Poe Dameronos. Na most itt már látjátok is a csodálatos kiegészítői közül az egyiket. Ez is kapott egy ilyen bazi nagy accessorit, egy ilyen hátra csatlakoztatható dupla rakéta kilövőt, ami hát nyilvánvalóan azonnal orra bukik tőle a figura, de ez egy kisebbi gond vele. A másik, hogy abszolút nem illik a figurához, de még csak a képen lévő változatra sem hasonlít teljesen. A végleges változatnál, hát amint itt látjátok egy kicsit a dobozon, kék színű rakétát használtok, és egy picit más miatt, mint ami itt a képen van. Itt a képen ugye piros van, meg a hátulján is piros van, és ezek egyébként egy kicsit más csatlakozású rakéták, ha érdekel valakit az ilyesmi, mint a Rogue One sorozat többi darabjánál használtak. Tehát egyedi rakéták, hogy így fogalmazzak. No, a normális kiegészítője az pedig egy ilyen sima blaster, az természetesen mindkét kezében jól meg tudja fogni, és enélkül a nagy giga fegyver nélkül a lábán is jól meg tud állni a figura. Pisztolytáskája az nincsen, természetesen nem levehető róla semmi, de hát mit akarnám már levenni még egy ennyire fabados figuráról, hogy így fogalmazzak. Úgyhogy hát annak ellenére, hogy a pók mezőnyében mindenképpen egy különleges darabról van szó. Szerintem egy rettenetesen sima, fapados, semmilyen figuráról van szó, amiért hát nem szívesen adnék pénzt, már csak a karakter miatt sem. Egyetlen egy helyen tudom úgy igazán elképzelni, hogyha esetleg valaki csinál egy ilyen lázadó diorámát, vagy lázadó custom alapnak, annak esetleg jó lehet ez az egyenruhás test, illetve ilyen diorámában háttérembernek még esetleg jó lehet, de ezt leszámítva ez egy nagyon-nagyon semmilyen figurka. No, hát ennyi lett volna mára. Ja, még talán annyit, hogy ezt a csomagot általában olyan 3500 forint környékén szokták árulni. Én sem tartom meg, ennyit azért bevallok, mert nem. Tehát így törekszem arra, hogy adott esetben egy sorozatból a legeslegjobb darabok meglegyenek, de erre már nincs tárolási kapacitásom. Úgyhogy ha valaki kedvet kapott és szeretné esetleg mégiscsak a gyűjteményébe tudni, akkor szóljon és szívesen eladom neki. Egyébként a Facebookon hirdetem is a szokásosan az eladó cuccos mappámban megtaláljátok. Ennyi volt mára, remélem, hogy tetszett. Annak ellenére, hogy ma kicsit azért gyengébb volt a mezőny, tehát olyan nagyon különleges dolgokat nem tudtam nektek mutatni, de hát ilyen is van, tehát minden vonalban megvannak a, hogy mondjam, háttér figurák, meg a kicsit simább figurák, és meg vannak a különlegességek is. Hát most pont 5 relatíve sima jutott, majd a következő egyben utolsó Rogue One videóban abban lesz egy kicsit különlegesebb is, de hogy az mikor lesz, azt még nem tudom megmondani, mert azoknak a figuráknak a beszerzése azért kicsit nehézkes, de egyszer tutira lesz, és akkor mindenképpen tartsatok majd velem. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Hogyha tetszett, akkor lájkoljátok a videót, illetve kommentbe mondjátok el a véleményeteket. Lájkoljátok a Játékok a polcról Facebook oldalt, és tartsatok velem a játékokapolcról.blog.hu-n. Jövő héten ugyanebben az időpontban jelentkezem. Kétféle dolog is számításba jön, hogy mi szerepelhet. Vagy a G1-es Snarl Transformers-szel foglalkozom, vagy pedig Lego Star Wars lesz. Az, hogy melyik legyen, azt nyugodtan szavazhattok rá kommentbe, vagy ilyesmit, tehát írjátok le, hogy melyiket szeretnétek. Lego Star Warsból is többféle variánsom van most, úgyhogy most van választék, amit tudok mutatni a Star Wars figurákon túl is, mert erőteljesen betárasztam. De még a jövő heti videó előtt lesz szombati live is,
nagyjából a szokásos időbe, tehát itt a szokásos idő az, amikor oda jutok, hogy tudom csinálni, tehát olyan 2-3 óra magasságában, ugyanúgy a Facebookon legyetek velem akkor is, illetve ha van témajavaslatotok, hogy miről szeretnétek, hogy beszéljek a live-ba, akkor azt is nyugodtan írjátok le. Mindenkinek szép estét, vigyázzatok magatokra, sziasztok!